Már várják a felajánlásokat arra az adománygyűjtő számlára, amit a Bonyhádi önkormányzat hozott létre. A Bonyhád összetart nevű számlán összegyűlt pénzt részben a vírus elleni védekezésre, részben pedig a gazdasági visszaesés miatt bajba jutott helyi családok segítésére fordítják majd. A számlanyítással az volt a célunk, hogy mindazok, akik ebben a koronavírus járvány okozta nehéz helyzetben lehetőséget tudnak adni arra, és lehetőségük van arra, hogy pénzadománnyal segítsenek mindazoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek, akkor ezt megtehessék. A számlán már napok óta gyűlnek a felajánlások, az első 1 millió forint már meg is érkezett. Lesz mit szétosztanunk, hiszen ahogy megnyitottuk a számlát, nem sokkal azután én magam magánemberként elsőként csatlakoztam az adományozók köréhez, és 500 000 forintot utaltam át erre a számlára. Majd ezt követően a város két alpolgármestere, dr. Égi Csaba és Szabó Tibor alpolgármester úr a két 200 000 forinttal csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. És sorolhatnám sorban az egyéni képviselőket, bizottsági elnököket, hiszen mindannyian éltek már ezzel a lehetőséggel. Összességében azt mondhatom el, hogy gyakorlatilag egy havi tiszteletdíjuknak megfelelő pénzösszeggel segítették és támogatták ezt az adománygyűjtő vonalat. Úgyhogy ma már több mint 1 millió forintot is meghaladó összeg került a számlára, bízom benne, és ez továbbra is gyarapodni fog. A pénz biztosan bajba jutott családokhoz kerül majd, de ennek pontos mikéntje még nem látható, ugyanis egyelőre nem lehet tudni, meddig húzódik el a járvány, és hányan veszítik el a munkahelyüket emiatt, mint ahogy arról sem tudni semmit, hogy milyen újabb kormányzati mentőcsomagok készülnek majd. A begyűlt adományoknak a felhasználásáról reményeim és terveim szerint a későbbiekben majd a képviselőtestület dönt, hiszen ma még nem tudhatjuk azt, hogy meddig húzódik ez a járvány, milyen újabb nehézségek várhatnak ránk, amik még ma nem is tudunk ellene védekezni. Azt sem tudhatjuk még, hogy a kormány eddigi segítő intézkedésein túl, azon az akcióterven túl, amivel a magyarországi családokat és vállalkozásokat kívánja segíteni, még milyen intézkedéseket hoz. Úgyhogy az én javaslatom az, és az elképzelésem, hogy a felhasználásáról a begyűjt adományoknak majd a későbbiekben döntsünk. A képviselőtestület tagjaitól várom egyébként, hiszen ezt megírtam számukra, a javaslatokat, hogy pontosan milyen keretek között kerüljön az adomány felhasználásra. A számlára bárki, így cégek és magánszemélyek is utalhatnak. Bízom benne, és ez továbbra is gyarapodni fog, hiszen bárki csatlakozhat hozzá, mindazok a vállalkozók, magánemberek, akik úgy érzik, hogy ebben a nehéz helyzetben is segíteni tudnak. Az adományként összegyűlt pénz pontos felhasználásával kapcsolatos részleteket tehát már elkezdték kidolgozni a Bonyhádi önkormányzatnál.